Szép jó napot mindenkinek! Szita kötőt röptetek a küköllő parton. Én ma a szita kötő, csak a nap tükröződik, nem tudom pontosan a kamera hogy veszi. A víz folyásával jött lefele, és a víz felszíne nószott, de magához tért. És beszerettem volna mutatni, hogy hogy fog elrepülni. Remélem, hogy a szárnyai megszáradtával el tud repülni ez a pici szitakötő. Na, addig is egy picit mutatok a nagy küküllőből, csodálatosan szép tiszta a víz. Még nem kelt életre, de valószínű, hogy életre fog kelni, ahogy megszáradtak a szárnyai. Már a szél fújdogálja, de az is lehet, hogy feladta a harcot a szervezete. Még egy picit várok. Én még reménykedek benne, hogy tudja folytatni az útját, de az is lehet, az első fecske lesz a célállomás. Most a hátára fordult, visszafordítom, óvatosan nyúlok hozzá, most az ujjamon van, most egy picit felemelem, nagyon szépek a színei, most így mutatom a kamerába. Na, mikor fog elrepülni, azt még megvárjuk, és akkor búcsúzom a kedves YouTube követőimtől. Elnézést. Másodpercek kérdése, és a szita kötő útra kész állapotba kerül. Már nagyon készül az útra. Most már ficánkol az ujjaimon, a szárnyai megszáradtak, és idő kérdése, hogy folytatja az útját. És el is repült, úgyhogy. Most egy picit megfordítom a kamerát, tehát itt láttak egy szitakötő röptetést a küküllő partjáról, csodás időben, tiszta vízben. Köszönöm szépen mindenkinek, aki követi ezt a csatornát, és folyamatosan érkeznek a tartalmak. Nyugodtan hozzá lehet szólni, kommentelni, és aki szeretné, az kattintson le a feliratkozásra, vagy a csengőre, és akkor minden tartalomhoz hozzá fog jutni. Viszont látásra, viszont hallásra. Rafai Dénes voltam Székelykeresztúrról, a nagy küküllő partjáról. Itt csodás versek születtek, hogy annak idején a legények hogy úsztatták lovaikat itt a küküllőbe.